Szeretettel köszöntöm a Spirit FM és az ATV Facebook oldalának hallgatóit, illetve nézőit. Gavra Gábor vagyok, szerkesztőtársam Nagy Teodora nevében is köszöntöm Önöket, ez a Harcosok Klubja. Mai vendégünk pedig Fekete Győr András, a Momentum elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Ezt a beszélgetést szerdán vesszük fel, és csütörtökön kerül majd adásba, és egy nappal a felvételünk előtt két magyar politikus is fontosnak tartott, hogy állást foglaljon az amerikai elnökválasztás kérdésében Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc, értelemszerűen Orbán Viktor Donald Trump győzelmének szurkol, Gyurcsány Ferenc pedig Joe Biden győzelmének. Az a kérdésem, hogy mennyire releváns, hogy egy-egy magyar politikusnak mi a véleménye az amerikai elnökválasztáson. Nyilván hat ránk az amerikai elnökválasztás, de mennyire fontos az, hogy egy magyar politikus állást foglaljon egy tengeren túli hatalom elnökválasztásának ügyében? Szerintem fontos, hogy állást foglaljunk, azért mégiscsak Magyarország már hosszú évtizedek óta közvetlen katonai szövetségese az Egyesült Államoknak. Rengeteg amerikai befektetés van az országban, ugye legnagyobb a General Electric, ahol egyébként én magam is még dolgoztam pár évvel ezelőtt, és hát komoly kihatással lesz ránk ez az elnökválasztás jövő hét kedden szerdára virradóan. Én bízom benne, hogy amennyiben Donald Trump elveszítés, nagyon remélem, hogy ez lesz a vég kifejlet, akkor nem fogja megpucsolni Joe Bident, és nem fog egy alkotmányos válsághelyzetet előidézni azzal, hogy nem adja át az ovális iroda székét a demokrata elnöknek. Van erre matematikai esély egyébként? Már nem a Joe Biden győzelmére, hanem arra, hogy ezt megcsinálja Donald Trump. Hát ugye ő maga azért fenyegetőzött ezzel az elnökjelölti kampányában, illetve több hozzá közel álló figura hívta fel arra a figyelmet, hogy ragaszkodni kell a hatalomhoz, mert el lesz csalva ez a választás. Úgyhogy azért szépen ágyaznak ennek meg, de én nem szeretnék itt ilyen elemzői köntösökbe bújni, mert nem vagyok az. Én azt látom, hogy egy korszak, vagy új korszak nyitányában állunk akkor, amikor arról beszélünk, hogy az egyébként populista hullám egyik nagy éllovasa Donald Trump el tud bukni és el fog bukni az elnökválasztáson, és visszarendeződhet az a világ, ami azért sokkal kiszámíthatóbb, ami az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti szövetséget azt sokra tartja, és nem pedig keleti diktátorokkal kokettál. Tulajdonképpen Orbán Viktor sokra tartja az amerikai szövetséget, ezt ugye pont tegnap kifejtette kedden, ugye az idősebb Bush budapesti szobrának az avatásán, hogy ő neki mennyire fontos az amerikai szabadságeszmény. Tehát voltak éppen azért ez a, hogy mondjam, a Donald Trump európai támogatói számára se kevésbé fontos az, hogy az amerikai Egyesült Államok a jó viszonyra törekedjek, ha jól látom. Jó, tehát szerintem, amikor Orbán szavait próbáljuk értelmezni, akkor érdemes a tetteire figyelni. Tehát amikor egy orosz kémbank költözik Budapest közepére, amikor az egyébként Európa és Amerika által veszélyforrásként megnevezett Huawei, ugye a kínai okostelefon és technológiai cég költözik megint csak Budapestre, akkor szerintem joggal merül fel így az emberekben a kérdés, hogy akkor most a magyar kormányfő Orbán Viktor végül is a nyugati szabadság eszményben hisz, vagy inkább a keleti elnyomás szereplőit engedi be határon belülre. Szerintem az utóbbiról van szó, és nekünk minden esetben a tetteket, a cselekvéseket kell szerintem figyelembe venni, nem pedig a szavakat. Azok engem valami kevés érdekelnek, és szerintem az amerikaiakat is. Világos. Beszéljünk akkor még tettekről és szavakról. Másfél hónappal ezelőtt volt itt ugyanitt a Harcosok Klubjában Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke. És többek között arról beszélgettünk, hogy 2022-ben milyen esélyei vannak az ellenzéknek. Ebben egyébként Gyurcsány Ferenc nem volt ellenzéki szempontból pesztimista egyáltalán. És hát beszéltünk arról, hogy közös listás indulás, nem közös listás indulás. Ő neki ez egy nagyon fontos téma, és láthatóan ő neki nagyon fontos az, hogy ez a közös listás indulás megvédje. És nagyjából ugyanakkor, amikor ő itt járt, ön az ATV Startnak a vendége volt, és ott pedig azt mondta, hogy ez a kérdés inkább az elemzők és politikusok számára, politológusok számára fontos, és nem annyira a politikusok számára.
Érez valamiféle változást ebben, vagy ez továbbra is egy másodlagos kérdés? Az egy lista, több lista kérdése. Szerintem inkább harmadlagos. Harmadlagos? Harmadlagos. Ha választókat kérdezzük, és már pedig nyilván a választókról érdemes beszélni, mert belőlük fakad a demokrácia, meg az ellenzék politikai ereje. Most hát úgy érzi, hogy a választók maguk is harmadlagosnak tekintik? Egy ilyen technikai kérdésnek tekintik? Ezt konkrétan tudom. Igen. Tehát ezt adatok támasztják alá. A választót, hogyha megkérdez az ember, hogy számára az összefogásban mi a fontos, akkor azt fogja mondani, hogy legyen a miniszterelnök jelölt közös, legyen egy ember, aki mögé fel tud sorakozni. Egyébként e tekintetben mi momentumosok végtelenül elkötelezettek vagyunk a közös miniszterelnök jelölt mellett. Aztán azt is mondják, hogy legyen a program közös. Mert hogy széthúzó programoknak sok értelme nincsen, hogyha közösen indul az ellenzék. Hát pláne, hogyha ugye azzal az ambícióval indulnak, hogy közösen kormányozzanak, akkor meg hát pláne... Ez így van, és ugye a nyári pártelnöki találkozón már mandátumot is adtunk a párttársainknak, hogy kezdjék el a program előkészítését. Év végéig, ha minden jól megy, akkor lesz egy közös minimum, ami egy keretet is jelent. Tehát ez 2020 végé, idén év végén. Ez a tervünk, így van. És aztán ezért mondom, hogy harmadlagos az, hogy most, sőt, negyedleges, akkor most korrigálom is magam, mert jönnek még a jelöltek, ugye az egyéni választókerületi jelöltek, tehát azért a választók is értik azt, hogy valójában a maffia államot azt választókerületi szinten lehet legyőzni. Van belőle 106, meg kell nyerni körülbelül 60-at, és akkor ott van a győzelem, és lehet egy új korszakot kezdeni Magyarország történelmében. Szóval negyedik helyen jön be az, hogy vannak a listák, és akkor most közös vagy külön, nem értik ezt az emberek, ezért mondtam azt, és tartok ki emellett, hogy elemzői szempontból, de akár pártelnöki szempontból ezek szerintem a legitim viták, csak a választókat kevés érdekli. Érdekes egyébként, amit mond, mert amikor itt volt a Gyurcsány elnök úr, akkor ő is azt mondta, hogy ez nem annyira pártelnöki szinten fog eldőlni, hanem inkább a szavazótáborok szintjén. Viszont ő azt mondta, hogy ő szerinte egy olyan választói nyomás alá kerülnek az ellenzéki párt vezetők, hogy nem nagyon lesz más választásuk, mint az, hogy egy listára végül felmenjenek. Érez ilyen fajta választói nyomás? Most nyilván a Momentum választói részéről. Nem. Nem. Oké. Okay. Nem érzek. És ez nem is lep meg. Tehát amikor napi szinten 500 magyar honfitársunkat veszítjük el, és mindenki joggal fél attól egyébként, hogy nem lesz munkahelye és megélhetése jövő tavaszra, akkor nem ezzel foglalkoznak. Szerintem nem ezzel foglalkoznak az emberek, hogy most közös vagy külön lista. Nekem úgy tűnik, hogy és ez, azt hiszem, hogy az ön előbbi szavaiból, illetve Gyurcsány Ferenc ugyanitt elmondott szavaiból is ez derül ki, hogy azok a pártvezetők, akik az egy listás indulásnak a hívei, most legyen szó a DK vagy az MSZP vezetőiről, elkötelezettebbnek tűnnek a saját elképzelésük mellett, mint akár ön, aki azt mondja, hogy harmadagos vagy negyedleges kérdés a listák számának kérdése, de hasonlót mondott, ha jól emlékszem, az azonnalinak Gyöngyösi Márton is, aki szintén azt mondta, hogy ez nem első rendű kérdés. Nem érzik azt, hogy lehet, hogy ezzel, hogy önöknek ez, ők azt kommunikálják, hogy ez mindegy, azzal akár ezt a vitát mondjuk azok, akik inkább a külön lista támogatói már el is vesztették, így az ellenzéken belül? Szerintem ez annak függvénye, hogy ki, melyik politikai párt és pártelnök mit tekint fontos témának, vagy ügynek az ország szempontjából. Az említett pártok, a listás, tehát egy technikai, egy koordinációs kérdést tekintenek ilyen fontos kérdésnek. Mi ezzel szemben a magyar gazdaság és a magyar egészség megvédését, megóvását tekintjük fontos kérdésnek, a politikánk, a napi gondolkodásunk az abba van, hogy mondjam, befészkelve, hogy arra találjunk megoldásokat, hogy ez egyébként 250-300 ezer munkanélküli embernek hogyan lesz több pénze. Hogy az én két remek kollégám, Cseh Katalin és Donát Anna, ők azért dolgoznak az Európai Parlamentben egyébként nap mint nap, hogy amikor elfogadják majd az új 7 éves költségvetési ciklust, akkor abból az önkormányzatoknak is jusson közvetlenül. És én sokat beszélek, mind a főpolgármesterrel, Karácsony Gergellyel, mind Pikó Andrással, Soproni Tamással, tehát momentumos polgármesterekkel, és azért látom azt, hogy mennyire kőkemény az ő dolguk.
Szerintem ez a fontos téma, és ezzel kell a politikának és a politikusoknak foglalkoznia, úgyhogy mi ezt is tesszük. Még majd egy pillanatra visszakanyarodnánk a listák kérdésére, ez nagyon fontos, amit mondott, mert ugye azt mondta, hogy az önök EP képviselői, azok azon dolgoznak, hogy az önkormányzatok minél több pénzhez jussanak ezekben a, hát egyáltalán nem egyszerű időkben. Szintén ugyanebben a stúdióban jár Dajs Tamás EP képviselő, Cseh Katalin és Donát Anna kollégája a nyáron. Ő kifejezetten azt mondta, hogy a magyar ellenzéki EP képviselők, és nyilván nem feltétlenül tisztelődnek más pártokhoz tartozó EP képviselőket megvédeni, de hát a saját pártársairól is beszél Dajs Tamás, hogy kifejezetten Magyarország ellen dolgoznak az EP-ben, és pontosan a pénzosztásra célzott, hogy azért dolgoznak, hogy Magyarországnak minél kevesebb pénz jusson. Ha jól értem, ugye ez ugyanannak az éremnek egy másik oldala, amit ön említett, hogy ugye az önkormányzatokhoz átirányítani az uniós forrásokat a következő 7 éves költségvetési ciklus. Hát igen, azért szögezzünk le néhány dolgot. Tehát először is Dajs Tamás és pártja szégyenpadon ül a saját pártcsaládján belül. Tehát Európában ők egy abszolút, hogy mondjam, tehát egy fekete fenekű párt. A másik az, hogy most ők mit hazudnak, mikor, kinek, azt én már megszoktam. Tehát a mi EP képviselőink azért dolgoznak, ahogy azt elmondtam, hogy az egyébként kleptokrácián, tehát a lopáson alapuló Orbán rezsim ne kapjon pénzt akkor, amikor nem tud tisztán elbánni az adóforintokkal és az európénzekkel, ennyi. És ezt a pénzt ezt kapják meg az önkormányzatok, mert ők jobban fogják tudni ezt felhasználni. Tehát az Európai Uniónak egy fontos, hogy is mondjam, rendező elve, az úgynevezett szubszidiaritás, ami arról szól, hogy ott oldjuk meg a problémákat, ahol azok keletkeztek, tehát alacsonyabb szintekre helyezzük a fókuszt, és ez egyébként az EU-s pénzek folyósításánál szerintem egy remek eszköz lehetne. Szubszidiaritásra egyébként a Fidesz is szeret hivatkozni, csak ugye a nemzetállami szintig vinné le pont a döntési kompetenciákat. Önök pedig akkor, ha jól értem, egyáltalán. Vinnék le a döntési kompetenciákat, mert hogy mondjam, tehát helyi közösségekben tudja igazán az ember a problémákat megragadni, és szerintem oda tartozik a pénz. Nem minden pénz, tehát egy részét a pénzeknek országos szinten kell szétosztani, fejlesztésekre fordítani. Erről nincs vitám a Fidesszel. Mondom, ott van vitánk a Fidesszel, hogy Orbán Viktor és az Orbán kormány az nem egyenlő Magyarországgal. Magyarországnak igenis jár a pénz, mert euró tagok vagyunk, Európai Uniós tagállamok vagyunk, de a Fidesznek, amikor pénzt lop, és az EU ellen uszít, akkor neki nem jár a pénz közvetlenül. Szerintem ez itt a vita, ezt elhiszem, hogy nekik nehéz megemészteni, de Európában egyébként többségben vagyunk, úgyhogy nehéz hetek várnak Orbán Viktorra majd a költségvetési tárgyalásokon. Amikor kleptokráciáról beszélt, akkor ugye ön igyekezett az elmúlt hetekben ebben az ügyben, hogy mondjam, következetességet mutatni, mert ugye arról beszélt egy szintén az ATV-ben, hogy ha, és akkor visszakanyarod egy picit a listákra, hogy a Momentumot nem tudja elképzelni mondjuk olyan listán, ahol Tóth Csaba zúglói MSZP-s képviselő rajta, amelyen Tóth Csaba zúglói MSZP-s képviselő rajta van. Ez azt jelenti, hogy egyfajta ilyen, hogy mondjam, ilyen zéró toleranciát hirdetnek, hogy mondjam, a nem fideszes kleptokráciával szemben is? Tehát lenne 2022 után, ha a kormányra kerülne a mai ellenzék, akkor lenne a Momentumnak egy ilyen, tehát egy olyan korrupció ellenes minimum programja, amelyik a Fidesz elszámoltatásán túl a mai ellenzéki pártok körében is üldözni ezt a jelenséget? Hogyne. Tehát elég csak Kispestre vetni a tekintetünket. Ott Paróca Janikó Momentumos társam, az átláthatósági tanácsnok. És hát ott azért emlékezzünk még ugye Lakner Csabára, ugye aki kokaint szárítgatva mesélte el, hogy aki nem csinál 100 millió forintot az vagy hát sütőport esetleg, vagy egy ráhasonlító másik vagy ember. Tisztelt, egy valamit, vagy cukrot. De ezt nem tudjuk, de a lényeg az, hogy ő azért azzal büszkélkedett, hogy aki nem csinál 100 millió forintot önkormányzati képviselőként, az nem tudom, hülye, vagy buta, vagy szerencsétlen. És Anikó következetesen egyébként a Csabával jó viszonyt ápoló Kránic Krisztiánt támadta és próbálta meg elmozdítani a pozíciójából, mert a korrupciónak nincsen színe.
És az nem vörös, vagy narancsárga, vagy lila, hanem az a korrupció. És azt szerintünk fel kell számolni ebből az országból. Másként nem is nincs is értelme ma már politikát csinálni. De amikor hogy mondjam, megpróbálta az önök kispesti képviselőjéhez hasonlóan következetes lenni Hatházi Ákos Bíró László ügyében, akkor én azt láttam, hogy nem kapott egyértelmű támogatást, hát finoman fogalmazva, nem kapott egyértelmű támogatást önöktől sem. Az ellenzéki pártok, most nem csak és nem is elsősorban a Momentumról beszélek, viszont gyakorlatilag kiközösítették. Ez miért volt ennyire fontos kihátrálni Hatházi Ákos mögül, vagy miért volt ennyire fontos karanténba helyezni Hatházi Ákos amiatt, amit Bíró Lászlóról mondott? Szerintem itt inkább a többi ellenzéki pártot érdemes megkérdezni, mert a Momentum egy tapottatnyit nem mozdult Hatházi Ákos mellől. Nekünk Hatházi Ákos egy nagyon fontos szövetségesünk. Én háromnapi szinten beszélgetek vele politikáról, meg szerencsóta is így van, tehát ezek a beszélgetések folyamatosak? Tehát szerencsóta is beszéltek? Persze. Uh-huh. Hogyne. Tegnap beszéltem vele legutoljára. Az nyilván más kérdés, hogy Hatházi Ákos ő egy autonóm politikai aktor, egy szereplő, akinek megvannak a saját maga elképzelései. Tehát amikor ő mondjuk október 23-án a Kunigunda utcához vagy útjához szervez egy megmozdulást, akkor, és van egy SZF-s tüntetés és 15 ezer emberrel, akkor nyilván választani lehet, vagy választania kell egy ellenzéki pártnak, hogy hova megy. Mi az SZF-s ügye, tehát az oktatás, tanulás szabadságát most a legfontosabbnak tartjuk a közéletben. Úgyhogy ott voltunk. Ami Bíró László korrupciós ügyét, vagy meggyanúsítását illeti, a Jobbik azt ígérte nekünk, mert ezt azért mi próbáltuk számon kérni rajtuk, hogy ők belsőleg ezt vizsgálják ki, egyébként meg a magyar hatóságokra tartozik azt, hogy most ebbe lépnek-e, vagy nem lépnek. Én örülök annak, hogy Hatházi Ákos ezeket nyilvánosságra hozta, nekem a kampány során ezt nem említette. És ezért nehezményeztem személyesen azt, hogy belelettem húzva egy olyan helyzetbe, amiben nem éreztem, hogy ott kéne lennem. Világos, rövid szünetet tartunk, és folytatódik a Harcosok Klubja egy kis szünet után. Folytatódik a Harcosok Klubja a Spirit FM-en és az ATV Facebook oldalán. Szerkesztőtársam Nagy Teodóra nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket. Gavra Gábor vagyok, vendégünk pedig Fekete Győr András, a Momentum elnöke. Ott tartottunk, hogy a Momentumnak milyen korrupció ellenes tervei vannak 2022 után, és ezzel kapcsolatban beszéltünk egy kicsit Hatházi Ákosnak, illetve az ellenzéki pártoknak a viszonyáról, de szöget ütött a fejembe az, hogy Fekete Győr András azt mondta, hogy az ő kapcsolatuk nem szakadt meg Hatházi Ákossal a szerencsi időközi választás óta. Lehet-e Hatházi Ákosból Momentumos vagy Momentum által támogatott egyéni képviselőjelölt 2022-ben? Én nem fogom ennek akadályát látni. A képviselőjelöltek között elképzelhetően előválasztás lesz, és ez a jövő év legkorábban közepén, tehát nyár előtt és legkésőbb jövő ősszel fog majd lezajlani. Úgyhogy addig még azért sok víz le fog folyni a Dunán, de szerintem ez elképzelhető. Szép Bernadettel hasonló a helyzet? Ugye vele is már évek óta elég szorosan együtt dolgozunk, úgyhogy az ő esetében is azt elbírom képzelni. De ezt nyilván ők tudják, tehát ők azért már hosszú évek óta küzdenek Szél Bernadett például a Paks 2 ügyében, vagy a gyermekéhezéssel szemben, Hatházi Ákos pedig a magyar korrupcióval szemben. Nyilvánvalóan minden embernek megvannak a saját határai. És szerintem nekik kell eldönteniük, hogy szeretnének-e még egy nagy lendületet venni, és a 22-es korszakváltásnak emblematikus figuráivá válni, ami azért hatalmas munka lesz, meg felelősség, meg hát igen, nem irigylem azokat a családokat, akik politikusok családtagjai lesznek azokban az időkben, hogy ezt nekik kell eldönteniük, de én nagyon örülnék neki. Világos. Kicsit térjünk vissza még a szerencsi időközi választásra, pontosabban arra a nyilatkozatára, amit közvetlenül a választás után tett az Egyenes Beszédben az ATV-n, amelyben ugye azt mondta, hogy
az eredmény, amelyik ugye ismert eredmény, amely szerint ugye Kocz Zsófia ment az országgyűlésbe, és Bíró Lászlónak úgysem sikerült behúzni ezt a választókerületet, hogy 6 ellenzéki párt támogatta. Az azt mutatja, hogy előválasztásra van szükség itt a Borsod, a Bóvizemplén megyei 6-os számú egyéni választókerületben. Hány választókerület van, ahol az összesben szeretne a Momentum előválasztást, vagy van egy bizonyos számú egyéni választókerület, ahol szeretnének? Ez még beszélgetés, illetve vitatárgya jelenleg. Nem csak a Momentumon belül, hanem a kollégáimmal, tehát a pártelnök kollégáimmal is. Ezt még nem döntöttük el, hogy ezt hogy lesz érdemes majd csinálni. Mindkettő forgatókönyvet. A személyes véleményére vagyok kíváncsi. Ez, tehát sokkal több információra van szükségem nekem is még ahhoz, hogy ezt el tudjam dönteni. Itt nyilván van ennek egy hatalmas anyagi költsége, emberi költsége, szóval, hogy ezeket még a következő egy-másfél hónapban fogjuk majd átszálazni és végigbeszélni a kollégákkal, és akkor utána tudunk dönteni. Úgyhogy addig nincs is személyes véleményem. Ha rendben van, hogyha... Én szeretem az előválasztást, tehát, hogy nyilván minél több, annál jobb, tehát alapvetően ez egy személyes vélemény, de hogy mind a 106-ban kell-e, az még egyelőre nem vagyok meggyőződve. Világos. Konkrétan, hogyha Borsod 6-ban Bíró László megnyerni az előválasztást, akkor ő lenne az ellenzéki pártok jelöltje? Tehát ő akkor egy támogatható jelölt? A mai szabályok szerint, amelyek még nincsenek, tehát nincsen egy előválasztásra vonatkozó kódex, egy belépési kódex, vagy bármilyen etikai nyilatkozat, amit alá kell írniuk, biztos vagyok benne, hogy ilyen lesz, de hogy a mai nincstelen szabályok értelmében, persze. Az, hogy ez aztán hogyan fog majd alakulni a következő hónapokban, az már más kérdés. Mert lesznek itt természetesen kritériumok, garanciák a tekintetben, hogy tényleg győzelemre esélyes jelöltjeink legyenek 22 áprilisára. Ezt értem, csak az a kérdésem, hogy, és most hagyjuk is a korrupciós vádakat, amiket Bíró Lászlóval szemben akár a kormánypárti média, akár a Hatházi Ákos megfogalmazott. Nézzük csak azokat a posztokat, bejegyzéseket, kommenteket, amiknek az megírását, lájkolását, stb. Beismerte ő maga. Tehát most tényleg hagyjuk azokat a kérdéseket, amikben a vita van, viszont nyomozás nincs, tehát nem tekintető bizonyítottnak. Ezek alapján belefér-e az, hogy ugye erről önök még nem tudtak, amikor most a jelöltjük lett Bíró László. Ja. 50, és kevés idejük is volt, tehát 50 napjuk volt azt hiszem a jelöltállításra meg a kampányra. De most ugye 2022-ig azért valamennyi idő a rendelkezésre áll, és hát lényegesen több információ Bíró Lászlóról. Ezek után, hogy ő maga elismerte, hogy antiszemita, illetve cigányellenes tartalmakat osztott meg, illetve lájkolta a Facebookon. A lájkolás nem ismerte el viszont azt, hogy miket írt, azt elismerte. Ezek után lehet-e ő jelölt? Tehát belefér-e abba a bizonyos leendő etikai kódexbe, amiről, vagy indulási kódexbe, amiről ön az előbb beszélt? Én örülnék, hogyha nem férne bele. Világos. Jó. Jó, rendben. Egy picit térjünk vissza még a listákra. Nem lovagolni akarok ezen, viszont van egy érdekes vonatkozása ennek a kérdésnek. Ez pedig az, hogy ön ugye azt mondta, hogy nagyon fontos a közös program, és nagyon fontos a közös miniszterelnök jelölt. Ezt hogy kell elképzelni, hogy adott esetben van több ellenzéki lista, amelyek egymással is versengenek, nyilván listán ezek a pártok is, nem egyéniben, és van egy közös miniszterelnök jelölt. Ez nekem egy picit furcsának tűnik, de lehet, hogy csak azért, mert eddig nem láttunk ilyet, hogy a miniszterelnök jelölt egy a listák. Hogy kell elképzelni, hogy ezek van Magyarországon kultúrája az ilyen versengő együttműködésnek a pártok között, hogy ezt a hát kicsit bonyolultabb vagy bonyolultabbá tett helyzetet ezt tudják kezelni? Hát szerintem a legtöbb, illetve mondhatni minden koalíciós együttműködés az valahol versengő is. Tehát ha Németországot nézem, akkor ott is egy
három koalíciós partnerből álló kormánykoalíció van, és azért ott is versengenek egymással, de van egy közös programjuk, meg vannak közös minisztereik, közös kancellárjuk Angela Merkel személyében, akik nyilván megtestesítik a kormányt, de ettől függetlenül van versengés közöttük, és ez nem baj, sőt, ez jó. Úgyhogy ugyanezt kell elképzelni Magyarországra vetítve, hogy ebben a felállásban lennének külön álló listák, amitől azt várják, megint csak az elemzők, szeretném ezt kihangsúlyozni, azt várják, hogy ez így még több szavazatot hozhat az ellenzéknek. Mert nem azt látják, hogy egy listára van mindenki felzsúfolódva, olyan politikusokkal együtt, akik mondjuk rendkívül megosztóak Magyarországon, hanem azt látják, hogy van azért választási opcióm az ellenzéken belül is. És ezt nem azt mondom, hogy a többségnek fontos, ez szerintem ez egy kisebbségnek fontos, de az a kisebbség nem megy el szavazni. Lehet, hogy az hiányozhat adott esetben. Nagyon is hiányozhat, mert ha most megnézzük a közvéleménykutatási számokat, és összeadjuk az ellenzéket, akkor még egy olyan 3-4%-kal le vagyunk maradva a Fidesztől. Ez egy jó eredménye most szerintem másfél évvel a választás előtt. Ezen nyilván hozni tudunk 5%-ot szerintem simán, de azért ez mégiscsak szoros lesz. Tehát ezzel érvelnek az elemzők, ezzel most nem én érvelek, csak szerintem ez az érem más oldala. Tehát, hogy lehet egy olyan hálózati veszteség, úgymond a teljes közös indulásnak. Ha önön múlna, akkor és több lista lenne, akkor ez egy önálló momentumos lista lenne, vagy más pártokkal közös lista? Most, hogyha, tehát nem a teljes közös listás indulás. Ezt azért kérdezem, mert itt volt vendégünk Kovács Gergely, a Két Farka Kutyapárt elnöke, aki hát azt, hogy az összes ellenzéki párttal közös listán induljon, azt kizárta, de aztán elkezdtük itt felsorolni az ellenzéki pártokat, és végül is arra jutott, hogy a MSZP-t, a DK-t és a Jobbikot gondolja ő nem vállalhatónak, de a Momentumra azt mondta, hogy ha lenne egy Momentum vagy egy Momentum LMP lista, akkor akár elméletileg abban még a Kutyapárt is benne lenne. Ezért kérdezem, hogy az ön fejében, vagy az önök fejében, ha van egy ilyen elképzelés, akkor milyen elképzelés van? Tehát Jobbikkal, vagy LMP-vel, Kutyapárttal, kikkel gondolnák? Kikkel lennének szívesebben egy listán? Ez egy jobb kérdés, igen, hogy kikkel lennénk szívesen. Aztán, hogy mi megvalósítható, és mi nem, az mert egy másik, persze a legfontosabb kérdés szerintem. De a felett én már nem tudok garanciát vállalni. Tehát a Momentum számára, és akár nekem személyesen is, tehát egy Karácsony Gergely és Szabó Tíma vezette párbeszéd közel áll hozzánk. Tehát velük bármikor meginnék egy sört, bármikor elmennék egy jót enni, egy jót szórakozni. Tehát, hogy megvan ez a fajta jó személyes kémia, ami szerintem nagyon fontos a politikában. Még azt tudom mondani, hogy még az LMP-vel is érzek egy, főleg azért, mert zöld politikát képviselnek, és a Momentumosoknak ugyancsak szívügye a környezetvédelme Magyarországon. És a Kutyapárt is ott van, mert a Kutyapárt ugye mindig próbál, hogy mondjam, pályán kívül játszani, és emiatt velük kevesebb a kapcsolat, de hát hogy ne, tehát mi nagy fannyai vagyunk a Kutyapárt akcióinak. Uh-huh. Szóval szerintem ez pont, amit ön is említett, ez a három párt, ez közel áll hozzánk, aztán meglátjuk. Simán elbírom képzelni, hogy közös lista lesz, ezt meg fogjuk beszélni, ezt meg fogjuk vitatni. Ha külön lista lesz, akkor nekünk ők a természetes szövetségeseink, aztán meglátjuk. Világos. Tehát párbeszéd, esetleg LMP és Kutyapárt őket látja. Velük közeli. Jobbik, nem? Jobbik azért egy távolabbi, hogy is mondjam, ideológiát képvisel, és a Bíró László féle jobbikos jelöltek miatt nyilván nehezebb a köztünk a megegyezés szerintem bizonyos jelöltekben, de azért szeretném azt elmondani, hogy a Jobbik egy korrekt partner, akikkel lehet együttműködni, akik az adott szót azt betartják, és szerintem ez nagyon fontos, úgyhogy nekem kifejezetten kellemes csalódásaim, vagy jó tapasztalatokat szereztem jobbikos vezetőkkel. Világos. Érdekes volt, amit az előbb mondott arról, hogy kivel menne elsörözni, vagy kivel nem menne elsörözni, illetve arról, hogy személyesen mennyire állnak közel egymáshoz a különböző ellenzéki pártok vezetői. Szintén Gyurcsány Ferenc mondta azt ebben a stúdióban néhány hete, hogy
hogy, és azzal érvelt egyébként a közös lista mellett, hogy a mai ellenzék pártjai a Momentumtól a DK-n át a Jobbikig kulturálisan közelebb állnak egymáshoz, mint annak idején, az ő kormányzása idején például az MSZP és az SZDSZ. Most nyilván ez utóbbiról önnek kevesebb közvetlen személyes emléke van, de mennyire tapasztalja azt, hogy az ellenzéki lét és most már régóta tartó ellenzéki lét, az mennyire sodorta közel egymáshoz az ellenzéki pártoknak a vezetőit? Tehát mennyire mosta el mondjuk az ideológiai különbségeket, amik nyilván megvannak? Bocs, tehát másképp fogalmazom, mennyire írja felül a Fidesz ellenesség azt, hogy ki mit gondol egyébként a világról? Én azt látom, hogy időlegesen felül tudja írni. Tehát nem hiába ülnek olyan pártvezetők egy asztalnál, tehát egyik az egy, hogy mondjam, egy rasszista, cigányellenes múlttal érkezik oda, a másik az egy Európa párti múlttal érkezik oda, a harmadik egy zöld jelennel vagy múlttal érkezik oda. Szóval, hogy itt azért sokféle ember megfér most ennél az asztalnál azért, mert felettük lebeg, vagy a falon ott van Orbán Viktornak és a Fidesznek a képe, amit le kell váltani és meg kell tőlük szabadítani az országot. Viszont ez a kép le fog esni, össze fog törni, bízom benne, hogy 22-ben. És utána meg vissza fog állni szerintem egy egészséges demokratikus verseny ideológiák között is. Amit még mondani akartam, hogy itt nem csak az ideológiák lehetnek érdekesek, hanem az, hogy hogyan csináljuk a politikát. Tehát azért vannak olyan pártok az együttműködésben, akik voltak már kormányon, és annak minden pozitív és negatív hatásával. Tehát ők már szembesültek a korrupcióval. Nekik is lehetett részük, illetve volt részük pártként a korrupcióban. Vettek részt káosz kormányzásban, vezették már a tönkszélére Magyarországot, válságba, és hogy mondjam, én nem a negatív oldalát akarom ennek megfogni, nem azt akarom mondani, hogy akkor emiatt Gyurcsány Ferenc, hogy az MSZP ne legyen itt, mert a negatív tapasztalatokból nekünk tanulnunk kell. Tehát nekünk, az én nemzedékemnek fontos az, hogy megnézzük, mit rontottunk el az elmúlt 30 évben. Ezt vegyük számításba, és utána csináljuk sokkal jobban. Ha ők nincsenek ott az asztalnál, akkor mi ezt nehezebben fogunk tudni jól kormányozni utána, már pedig ez az egyik célunk. Nem lopni, hazahozni a tudást külföldről, a magyarok tudását, és társadalmi békét teremteni. Fideszesek és ellenzékiek között, jobboldaliak és baloldaliak között. Úgyhogy szerintem ez a cél, és én is egyébként törekszem arra, hogy jó személyes kapcsolatot ápoljak egyébként mindenkivel, aki ott ül. Mert ez a kötelességem, mert a választóink ezt elvárják. Én nem ellenségeskedve szeretnék leülni, és nem is így veszek részt ezeken a pártelnöki találkozókon, hanem nyitottan, megértően, és egyébként a kellő tiszteletet megadva. Utolsó kérdés, az elég nyilvánvalónak tűnik az ön mostani szavaiból is, de hát más pártelnök kollégáinak a szavaiból is, hogy előválasztás fog dönteni a miniszterelnök jelölt kérdéséről, aki közös lesz, akár hány lista is lesz az ellenzéki pártok között. Kötelező kérdés, hogy kit látna szívesen miniszterelnök jelöltként 2022-ben? Hát természetesen egy Momentumos miniszterelnök jelöltet. A Momentumnak lesz miniszterelnök jelöltje, és... Ki lesz az? Ezt nem mondhatom el. A miniszterelnök jelölt majd be lesz jelentve jövő évben. Tehát 2021-ben lesz bejelentve. És addig hiába kérdezgetem. 2020, tehát a mostani év az a felkészülésről szól, illetve a koronavírus járványkezeléséről. Nekünk még járvány mellett nagyon fontos az SZFE ügye, úgyhogy addig ezekkel a kérdésekkel szeretnénk foglalkozni, és jövő évben pedig lehet a választásokra készülni és versengeni. Én személy szerint és a pártom is nagyon-nagyon várjuk az előválasztásokat, remélem a választók is ezzel így vannak. Ez tényleg egy izgalmas év lesz, viszont utána lesz kőkemény 4, 8, 12, 16 évünk, úgyhogy erre készülünk. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A Harcosok Klubja mai vendége Fekete Győr András volt, a Momentum elnöke. Szerkesztőtársam Nagy Teodóra nevében is köszönöm a figyelmüket. Gavra Gábort hallották, viszont hallásra. Viszont hallásra.